szépen a szót. Akkor rögtön adódik a kérdés Kontrát képviselő felszólalása után, hogyha bár ilyen könnyű szerkezet, ilyen konténer börtönök, vagy konténer férőhelyek kialakítása, vagy attól nem sokkal magasabb minőségű férőhelyek kialakítása megtörtént, ráadásul 2755 mondott, hogy jól értettem, akkor meg mi a búbáratnak kell kiengedni 2600 ember csempészt? Hát akkor meg gyakorlatilag azt erősíti, amit az előbb én elmondtam, vagy egy súlyos kritika tárgyává tettem. Hát akkor ezek szerint mégsem annyira tragikus a helyzet, de amúgy kapaszkodjon meg képviselő, tragikus, mert ezzel együtt is bőven 120% körül van a börtönök túlzsúfoltsága, és hiába trükköznek itt könnyű szerkezetes férőhelyekkel, 2015-16 tájékán, illetőleg 2017. május 4-én Orbán Viktor miniszterelnök úr Csengerben sem azt mondta, hogy majd könnyű szerkezetes férőhelyekkel az ország meglévő börtöneinek ilyen-olyan toldozásával, fordozásával, részleges, kisebb értékű bővítésével fognak férőhelyeket teremteni, hanem azt mondta a Csengernek, meg a Csenger járásnak, hogy hamarosan börtön épül Csengerben. 500 férőhelyről volt szó, igaz, újabban 1000-ről beszélnek, ez önmagában egyébként nem oldaná meg az országos problémákat, de sokat enyhítene rajtuk. Ráadásul rá fog égni a miniszterelnök úr ez a teljesítetlen ígéret, hiszen a 2018-as és a 2022-es kampányban is a fókuszba helyezték ezt a témakört. Ez olyan a Csengeri járásnak, mint régen Budapestnek volt a 4-es metró. Kampányról lehetett hűíteni az embereket, csak akkor a balliberális pártok hűítették rá az embereket, itt meg most önök hűítik az embereket, már két országgyűlési kampányon vagyunk túl, közte volt önkormányzati választás, közte volt EP választás, jövőre megint jön egy önkormányzati, megint egy EP, három jön az országgyűlési, építsék meg legalább ezt a börtönt, hogy legalább javítsanak a helyzeten, legalább enyhítsenek a helyzeten, ha pedig ezek szerint ön szerint nem annyira tragikus, mint amennyire az ellenzék látja egyébként, nem csak balliberális képviselők, hanem jobboldali képviselőként én magam is szóvá tettem ezt a problémát, csak a történeti hűség kedvéért mondom ezt, akkor meg miért ereszik szélnek az embercsempész bűnözőket, erre válaszoljunk.